Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Vasárnap este van, és ez egy rendhagyó Hearts of Iron kínai hadjárat rész lesz, ami történetesen élő közvetítés keretein belül fog megvalósulni. Na, ezúton is, akkor üdvözölném a csetet. Hello, szia, szerbusztok! És neki is vágunk a játéknak. Ugye az előző részek tartalmából annyi történt, hogy a kínai gazdaságunkat fölfelé ívelő pályára állítottuk. Azt el tudom mondani, hogy a Wi-Fi-s, a network hálózat az gyakorlatilag teljesen kiépült, ebben a két tartományban ugye nem épült ki az internet hálózatunk, ez kicsit hiányosság, valamint nézzétek meg az infrastruktúrális hálózat, azért Kína jelentős részén, azokon a részeken, amelyikeken ez számunkra a legfontosabb, ott már kiépítettük, ez folyamatosan épül, ugye az volt az eddigi építkezési stratégiánk, hogy itt van 1, 2, 3, 4, 5, 5 helyjel, mi egy gyárakat fogunk építeni, a maradék egy helyjel pedig infrastruktúrát. Ezáltal próbálom megtartani azt a balanszot, hogy mind a pénzünk gazdagodjon, mind pedig az építkezésünk gyorsuljon föl. Na már most ezt itt fogjuk folytatni, ha egy kicsit majd kiesik, hogy pár, még négy gyár, itt kettő gyár, ha ez itt kiesik, akkor majd teszünk be helyette gyárakat, de most már ideje elkezdenünk foglalkozni ugye a production-nal. A production-nél beállítottunk mindenből egyet-egyet, de ez még édes kevés, ugyanis az meglátszódik még a raktárkészletünkön. Ez baromi kevés, ehhez gyár kell. A gyárhoz viszont muszájak vagyunk építkezni, szóval azért ez egy öngerjesztő folyamat. A diplomáciával még nem foglalkoztam, annyi a biztos, hogy Laosszal jóba vagyunk, Észak-Koreával és Mongóliával is viszonylag jó a helyzetünk. Majd meglátjuk, hogy kivel tudjuk még növelni a jó viszonyt, azonban Taipei, igen, Taiwan az, amelyikkel baromi rossz a viszonyunk. Na hát majd erre kerítünk egy kis megoldást. Közben szerintem Counter Intelligence az már is érkezhet bele a testbe, és akkor 20 napunk van egy kifejlesztése, egy Space Weapons, igen, mert itt már azért kifogytam nagyjából az ipari fejlesztésekből, és akkor úgy gondoltam, hogy ráfókuszálok itt az űrfegyverek fejlesztésére. Hát majd meglátjuk, hogy alakulnak itt a sorsaink. Taipeibe kihelyezünk egy ügynököt, és én a mondó vagyok, akkor vágjunk bele ebbe a hadjáratba, pörgessük az időt, nézzük meg, hogy mi fog történni. Na, és már is van. Jó, az oroszoknak így most fizethetünk. 440. The bill out. Sorry, we can afford. Mert így is mínuszba helyeződtem el gyorsan. És, ja, igen, pluszban vagyunk. Azt azért látni kell, hogy pluszban vagyunk. Termelésileg, pénztermelések. Plusz 7. Teljesen jó vagyunk. Ehhez még gyűjteni kell nekünk csomó pénzt. Kenya, mennyit kéne fizetnünk? 62-t szerintem ezt kifizetjük. Hát azzal is jön egy kis bevétel. Úgyhogy szerintem kezdünk egyenesbe jönni. Én nem várok támadást, de bármi előfordulhat, ugye azt azért nem monitoringozom, hogy a többi állam éppen milyen fókuszban van. Ez tőlem egy nagyon nagy hiányosság. Tudom, tisztában vagyok vele, de ehhez föl kéne állítanom igazából egy apparátust, amelyik ezt nekem jelzi, de ilyenek egyelőre nincsenek ebbe a játékba beépítve, pedig azt igazán elvárnám egy ilyen szintű játéktól, mint ez, de semmi gond, lehet, hogy csak nekem nagyok az elvárásaim. Na, és akkor van nekünk egy 30 napos fejlesztésünk, jó? Itt szerintem ennek kettő helyett lehet, hogy majd most már katonai gyárakat fogunk beállítani, meg nukleár faktort is kéne állítani. És igazából nem sokkal több. Érdekes. Nem sokkal több. Itt mi történik? Kambodzsa, Tájföld, Laosz. Itt mi ez a háború? Mindenki megtámadja Laoszt. Kambodzsa is... Tájföld megtámadta Laoszt. Nem várt fordulat, kérem szépen, nem várt fordulat. Jó, még nem fordultak hozzám semmivel, hogy fókusz, military infra, naval resource, infrastruktúra, fuel, hát ezekre nem fogok rámenni. Ha,
Jó, ezekre nem fogok rámenni. Egy 5 éves plant az be lehetne tenni. El kéne ismerni a tálibokat. Kik a tálibok? Ők. Dzsihadisták. Hát, na, nem. Egyelőre nem ismerünk el ilyen kormányokat. Még 2005-et írunk, azért még itt úgy gondolom, hogy kevés a gyárunk. Majd utána, miután jó megerősödünk ilyen téren, akkor majd talán elkezdhetünk így politizálni, de szerintem ilyen 2016 előtt nem nagyon szeretnék ezzel foglalkozni, csak kőkeményen tolni a gyártást, a fejlesztéseket, mindent. 2005-ben járunk, már jöhetne a következő fajta lőfegyver. Na, valamint gondolkozik a gép, nagyon gondolkozunk. Hopp, és egy újabb háború, ez úgy látom polgárháború, Szudán, Dél-Szudán? Aha, Szudán, Dél-Szudán. Jó, megértettem ezt a háborút. Dél-Szudán állandóan háborúzik a Nagy-Szudánnal. Hogy miért jó ez nekik? Azt nem tudhatom. Na, akkor itt lesz nekünk, hogy is volt. Köszönöm, mert kaptam egy tippet, hogy ezt érdemes volna kifejleszteni. Úgyhogy ezt most meg is tesszük. Intelligence-ben még nem fejlesztettük ki. Ja, mert még 6 nap. Jó. 6 nap, addig van nekünk egy rendes fejlesztésünk. Ő itt mit ad? Produkción. Jó. Az jöhet is. Az jöhet. Rendben, és akkor egy intelligence. És akkor a counter intelligence-ot még egyszer rátesszük. Hoppá, most több, most kicsit megugrott a termelési ráta, kicsit több gyárunk lett, valószínűleg azért, mert felvásárolnak tőlünk csomó nyersanyagot, ugye nyitottá tettük a gazdaságunkat, úgyhogy tudnak felvásárolni. Nem is baj, ha tudnak. Jó, hogy vagyunk? Ezek ugye... Az olajtartalékok. Ezen majd azért biztos, hogy kell valamit növelnünk, föltenni. Én ezért bátorkodok most az olajtartalékokat kicsit elosztani a gazdaságunkba, hogyha bárhol támadás érne minket. Azért maradjon olajtartalék. Plusz szerintem azért az jó, hogyha ezeken a területeken van. Nem tudom, hogy a játékmechanika megengedi ezt nekünk, hogy mondjuk ezzel a területen akkor gyorsabb az ellátás, stb. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy engedi a játék. Ha engedi, nagyon jó, szerencsénk van, ha nem, akkor hát így jártunk. Jó. Oké, kiosztottuk ezeket. Jó sok gyárunk van. Ez kemény. Az kemény, sőt, ennek én örülök, nagyon örülök, félre ne értsétek, nagyon örülök neki, hogy ennyi sok gyárunk van. Viszont akkor, hogy is volt a wifi-t? A wifi-t azt fel akarom tornázni. Jaja. A 3 wifi már is följöhet. És még így is mindegyik épül. Tökéletes. Így kell ezt csinálni. Még mindig nem fogunk rekvirálni. Minusz 7%-os a hatékonyság. Aha. Oké, 138, 146. Kezdünk följönni pénzben. Nagyon jó. Jövünk fölfelé. Plusz 8. Ha én ezen növelnék, az mennyit venne el tőlem? 36. Ez mennyibe kerül? Ez az alap. Ez 18. Azért ez kicsit nagyon nagy ellentét, és hogyha mondjuk szociális támogatási rendszert hoznék, plusz 76.
Ez nagyon kemény. Jó, akkor ezzel megy előre, még nem foglalkozunk, ehhez meg kell teremteni a rendes pénzügyi alapot, hogy mi ezzel tudjunk bármit is kezdeni. Jó, ezt megvárom, még kipörögnek, és akkor berakok újabb öt gyárat. Ha ez a fókusz megvan, utána gondolkozok rajta, hogy mit lehetne csinálni. Pan-Asian Railway. Na nézzük ezt az Ázsián átölelő, vagy átmenő vasúthálózatot. Na, mi lett itt ennek a háborúnak a vége? Laoszunk demokráciává változott. Western Outlook, aha. Ő is Western Outlook. Nacionalista Outlook, igen. Non-aligned, el nem kötelezett. Hát jó, Vietnamról beszélünk, persze. Nacionalista Emerging. El nem kötelezett. Na, nézzünk egy Pakisztánt. Emerging, aha. Ez érdekes. 6-os, 13. Ahhoz képest mi elég jók vagyunk. Itt van egy India. Gyorsan meg akarom nézni, hogy Indiához vagy Németországhoz képest hogy állunk. Sőt, majdnem paritásban vagyunk. Jó, nyilván nem a 538 befektetés, ez kemény. 71-es, az igen. Az igen, nem, hát nem vagyunk egy szinten. Nekem eléggé gyenge a külföldi befektetésem. De majd változik ez. Szépen lassan változni fog ez. Lesz rá erőnk, lesz rá kapacitásunk is, megváltoztatjuk. Na, hol állunk? 2005, jöhet egy Early AI Robotics. Úgy is van. Bum, őt nem tudom kihozni. Ő ugye mi lenne? Humanoid robot. Ja, és ezzel tudnám a drónokat meg mindent növelni. Fú, az kemény. Az ott, az kemény. Ez egy Railway Construction, az nem érdekes most számomra. Production Efficiency, Base Retention. Jó, legyen ez. Legyen ez. Ja, igen, és a fókuszunk itt kész van, és akkor az utak és övezeteket nem fogom tudni továbbfejleszteni. Akkor menjünk el idáig. Itt plusz kőolajom lenne. Ez nem lenne rossz. Itt meg Nuclear Power. Stabilitást adna, stabilitás, research speed. Ez meg még adna stabilitást és research speedet. Nuclear boom. Mekkora mínuszt ad? Gyorsan engedj csak, hogy hadd nézzük, mekkora mínuszt ad. Na, ezen még gondolkozok ott, hogy az kell-e nekem jelen pillanatban. Érdemes elgondolkozni ezen is. Na jó, és akkor kiment egy-két gyáregységünk. Szám szerint kettő, tehát akkor nekem lehet egy office. Egy office blokk. Nem is tudom, hova tegyem. Mondjuk te az, amire. Persze lejövök ide legalúra. Adok neki egy szép kis prioritást. És katonai gyáregységek. Hol vagyunk? Így is. Jó, kezdjük el fejleszteni egy kicsit a katonai gyárakat. Anhui. Oda, ó, bőven. Oda még érkezhet egy 10-es pak Henanba is. Henan, ugye az ő, igen. Shanxi az meg ő. Oda is érkezhet még egy 10-es. Jó.
Így, és akkor a gyárak azok szépen tudnak menni, az infrastruktúra gyakorlatilag kész. Az egész országunkba gyakorlatilag maximum van az infrastruktúra, királyság, jó vasúthálózat. Nézzük, hogy állunk vasúthálózattal. Ja, igen, északon tök jók vagyunk. Északon a meglévő ugye most nem akarok új vasúthálózatot behúzni, hanem a meglévőt akarom fejleszteni. És ugye északon az ott meg lesz. Üdvözöllek a cseten, hello Wolf. Jó, kicsi késéssel ugyan, de rárakja. Jó, megveszünk, és akkor ezt a coaster, ezt a partmentit még itt rátesszük. Egészen Nanyingig. Jó. Jó, és ezekkel a vasutakkal baromi jók leszünk. Jó, mert akkor gyakorlatilag így egy észak-déli vonulatba fullos vasúthálózatunk lesz. Ezt egészen a part mentén ki akarom építeni, majd elindulni befelé. Mert itt nagyon rossz az ellátásunk, Tibetben. Na, doktrina. Jó kis doktrina. Organization. Support companies. Jó, egy fejlesztés már is kijöhetne, de nem katonait fogunk, hanem egy vasúthálózatfejlesztés dolgot. Így is van. Jó. Jó, akkor ez az Afghan Northern Alliance Western Outlook. De tudunk-e náluk valamit investálni pénzt? Offer ezek. Widespread protest. Mik vannak kifejlesztve? Óha, mindjárt mutatom neked, hogy mik vannak kifejlesztve jelenleg. Mi érdekel a research, vagy pedig a fókusz az, ami érdekel. Na, itt várjatok, investálok egy keveset Mongóliába. Jó, Global Chinese Culture. Az igen, ott történnek majd fejlesztések. Na, hogy vagyunk? Na, akkor mutatom neked a fókuszt, jó? Először is a fókuszfa jelenleg így halad, hogy a politikaiba erre indultunk el. Ugye ez a Millennium Down Mode, szóval az szerint gondolkozz ebbe. Ugye Kínával játszunk, politika erre orientálódott egyelőre. Itt a WTO, részt veszünk ebbe, külföldi tőke, stb. Jövünk, nyomjuk ezerrel, itt lesznek az utak és övezetek. Utána megyünk. Mit fejlesztettem még? Ja, Global Influence-et is fejlesztettem, majd ott szerintem a China lesz az első, amit megpróbálok rendbe pakolni. Akkor a Research C-vel, mert múlt idő, C-vel pedig úgy állunk, hogy kőkeményen jönnek ezek a Industrial Technology fejlesztések, az Electric Technology, és azon kívül nagyon mással nem is foglalkoztam. Ezzel próbáltam itt haladni egy-kettőt a kézifegyverek terén, tankokkal nem foglalkoztam itt se, még a tüzérségi fegyverekkel, meg a tankelhárítókkal sem foglalkoztam, a repülőgép az alapból kiesik, hajók is, hanem még itt ugye a satellite, ez a Space Technology, ez az, amire költöttem még egy-két dolgot, ezen kívül tényleg csak a kutatásfejlesztés az, amit tolok. Na, havonta plusz 5% népesség, az jó, az kell. Tőkét jól csinálom, ez az. Végre megdicsérik, hogy jól csinálom a tőkét. Plusz 10. Rohadt nehéz volt, az első két részben azt hiszem kicsit elhasaltam ebbe a tőke dologba, kőkemény mínuszokba mentünk, féltem is, hogy csődbe megy az ország.
A polisz nem kell építeni, de hát egy kicsit azért csak építeni kell. Hát azért ne legyen már itt olyan jó világ a népre. Extensive. Daily political power cost, az... Ja, értem, tehát még drágul is minden, de azért tényleg lejjebb tudnám venni a dolgokat. De itt azért nekem kéne ez a plusz 10%-os stabilitás. Mert azért a stabilitási szintem az 24%. Nem tudom, hogy azt mivel tudnám majd növelni. De várjunk csak, tényleg lejjebb veszem. Itt mit látok? Centralizáltság. Iránba kihelyezhetnék 74-10%. Hát nézzük Irak. Bocs, nem, előbb iránt mondhattam, Irak. Na jó, construction-ök szaladnak szépen, jó. Ja, és már épülnek a vasutak. Oké, tökéletes. A vasutak épülnek, aztán itt lesz egy pár fiúsiló, és utána újra vasút. Jó, National Focus. Develop Chinese Cinema. Ezt meglépjük. Kifejlesztjük a kínai mozit. A kínai mozit. Akkor inkább azt mondod, hogy több gyárat építsünk, és akkor lesz píz. Lesz píz, akkor még egy office szektort leépítünk, mondjuk. Ide. Hoppá. Na, hát akkor itt most egy pillanatra megállunk, mert bekresselt a játék. Szóval una momento, újra töltjük. Felújítjuk a mozikat, mindjárt visszatöltjük a játékot. Hát erre nem számítottam, hogy ez így bekresselődik. Ledobta a láncot a játék, mondjuk úgy. Na-na. Semmi, ott nincs helyzet. Pillanatokon belül visszatöltődik. Megmutatta a játék, hogy amikor modolva van, ja, amúgy, és ezt nem lehet a módra fogni, mert amúgy már jártunk így az alapjátékkal is, amikor játszunk, akkor bizony ledobja a láncot. Ledobja a lánctalpat ez a drága kedves játék, úgyhogy folytatjuk innen, meg meglátom, hogy hol fejeztük be ezt a dolgot. Continue. Mi volt az utolsó mentés időpontja? Ja, aha, itt, hogy Iraknak fizettünk. Jó, Iraknak fizettünk. Rendben, folytassuk innen. Ja, és még nem... Ah, jó, kicsit visszavetett itt most minket ez. Elnézést kérek mindenkitől. Innen fogjuk folytatni. Na. Akkor, hol is álltunk? Meg lesz a Chinese culture, akkor culture, akkor mi is csináljuk, ugye a Develop Chinese Cinema. Mi kell nekünk még?
Construction-nél, ugye ebben nem mentünk bele. Szingapúr valamiért kért tőlem 72 billiót, ezzel 10%-kal tudnám mehet. Jó, Global Chinese, ez ugye megvolt. Irak, 94 milliót kér. Sajnos ezt most nem engedhetem meg magamnak. Szívesen adnék, de nem tudok. Jó, economic, plusz 18-ban vagyunk. Az lehet, hogy ezt a basic health card, ezt rá kéne nyomni. Minusz 2,84, nem baj, az még egy elviselhető negatív. És akkor azt szerettem volna, hogy igen, gyáraim legyenek még. Gyárat akartam tenni ide, meg hát az USA-ból érkezik, jöjjön egy kis tőke akkor az USA-ból, és erre a két tartományra repüljünk rá. Meg erre az egy tartományra is repüljünk rá, gyárilag, jöjjenek a gyárak. Szépen kap egy prioritást, oké, mehet föl, nézzük meg, hogy hogy állunk. Gyárakat egészen idáig, ezzel a kettővel meg jöhet akkor a vasút, a vasútfejlesztés. Hogy vagyunk? Iránnak kéne kifizetni 414 billiót. Hát miből? A 46-ból? Sajna, szerettem volna, de nem, ez most így nem megy. Hoppá, 3D nyomtatóink, meg ki vannak fejlesztve. Királyság, 2005, mi van itt nekünk? Venezuela, 46, menjen az egy kis mínusz ott, nem baj, semmi baj, 46. Croatia, 17, lehetett volna, sajnos nem. Egy emberünket elkapták, kezdenek beindulni az események, ja, egy másikat meg is öltek, gondolom. Jó, semmi gond. Ki lesz vágva? Hát majd meglátjuk, hogy ki lesz vágva. Ugye, Irán ennyi pénzt elkér, hát van olajuk is, igen. Kikötőket fejlesztem, azt még nem fejlesztettem a kikötőket sajna. Bár jó, hogy mondod, mert ez kéne nekünk. Ez, bocsánat, itt most akkor első kérdés. Ebben a módban a kikötő ad-e nekem pénzt? Ére pénzt? First of all, ugye? Mert akkor ebbe már is fejleszthetnénk kikötőket. 16 millió, Szomália, jó. Törökország háborút indított Ecuador ellen. Hát valós fenyegetés ez Törökországnak, úgy gondolom, hogy ecuadoriak lerohanják őket. Bár mondjuk ki tudja, hirtelen bevonulnak. Hol van Ecuador? Aj. Én vagyok a hülye, hol van Ecuador? Törökország háború. Háború, Ecuadorja, kicsit lejjebb kellett volna keresni, és háborút indított Ecuador ellen. Magyarázza meg nekem valaki. Wow! Szaúd-Arábia, Jordánia ellen. Hoppá, az kicsit túlerő, úgy gondolom. Wifi területén elhanyagoltam ott egy kis szigetecskét, az kizár dolog. Ez kizár dolog. Vagy itt van nekem területem? Itt van nekem területem. Várjatok. Hú, de jó. Itt gyorsan nézünk csak rá ezeknek itt a körmére, kérem szépen. Sőt, két kis szigetvilágom is van. De jó, hogy szóltok, ez az. Két kis szigetvilág, jó. Ez itt föl lesz húzva. Jó, gyárakat ezekre a szigetekre nem lehet helyezni, semmi gond.
Semmi gond, de infrastruktúrát majd rádobunk. Thailand és Karen State, ja igen, ők itt vannak Myanmarba. Hát ezek olyan háború kicsáncok, amiket egyszerűen föl nem tudok fogni épésszel, vannak konfliktusok, alapvetően nem tudom, hogy mi az, ami miatt kitörtek. De na. Ez mi, ezt tudnám ezt támogatni? Completed. Jó, oké. Ománnak kifizetnék 11 000-ből, rendben. Karen State papetje lett Tájföldnek. Hát jó. Jó, ezzel már is pozitívba vagyunk, és akkor a Basic Health Clinics, jó. Királyság, ezzel is tudunk fejlődni akkor. Na, akkor az amerikai hadsereg megkezdte Irak invázióját. Nemmel szavazok, mert ugye túl sok pénzt töltem én már bele az irakiakba ahhoz, hogy igennel szavazzak. Jó, akkor itt most drágulnak a házárak, nagyon jó. Örülök. Rocket ennyire azért még nem megy. Még egy ügynököt is kivégezte. Hát, hihetetlen. Na, és ugye Xi Jinping az, aki most a főni, úgyhogy ezen a vonalon indulunk el. Stabilitást még jobban veszítjük. Ez az. Még kevesebb stabilitást kérek. Jó van, ott is még kevesebb stabilitás. Itt talán. Talán visszajön. Talán visszajön a stabilitásunk. Ott már jön a stabilitás, jó. Hát rendesen lever a vízettel a stabilitást ebben a játékban, mert 16%. Fú, nem akarok polgárháborút. Nagyon nem. Decision-öknél valahogy ezt el lehet kerülni. Esetleg, de ez csak tényleg elméleti kérdés. Olaszországban polgárháború. Befektetünk egyet egy kicsit a kutatásfejlesztésbe. Olaszország polgárháború. Roketem. Magyarszki új, jó? Köszönöm. Nem tudom, milyen gyorsan lefordítani. De úgy látom, egy expert német szakos hallgatóval van dolgunk. Jó. Logisztika. Azt kezdjük kidolgozni, de az nem lesz elég, hogyha én itt tényleg gyorsítani akarok a dolgokon. 30/30, ott infrastruktúra megy, fejlődik. Ja, értem, tehát hogyha polgárháború lesz és én ezt leverem, akkor 30 fölé érkezik. Értem, jó. Az nem is lenne rossz. Minusz 4,65. Ez baj. Ez baj.
Jó, lejjebb veszek egy kicsit az oktatást. Akkor pluszba leszünk. 2006-at írunk. Hát ez csak a népesség növekedés miatt szerzem meg. Jó, várok, etem véget ér a stream, és esküszöm, visszanézem, és lefordítom az összeset, amit itt most te írsz nekem. Köszönöm. Az Uyghur Threat. Kemények ezek a csávók. Állandóan zilálják az egységünket. Ez 90 division. Ez tök jó, ezt elosztom kettővel. Berendezek mindent ebbe, abba. Zhao Keshi. Ő lesz a főnök úr. Zhao Zhongzhi. Su Yong. És akkor mindenki megy területre. Kiosztom őket itt szépen, és akkor lefedjük majd egész Kínát. Mennyi egységet hoznak ezekre a szigetekre? Jó, ott is lesz emberünk. Na, akkor megállítom egy pillanatra. Jó. Akkor őket itt mind kiosztottam, azt ott be is lehet csukni. Peruiak. Startup company for acquisition. Aha. Az utolsó, mert az csak zöld. Jó, nem ez volt az indok, hogy az csak zöld. De ezek adnak-e valami plusz bónuszt? Még nem ad úgy. Jó, akkor kellene nekünk itt egy ilyen. Egy 6%. Hát itt lehet, hogy polgár hábi-mábi lesz. És itt jó volna kiválasztani azt, hogy mit akarunk fejleszteni. 2010 lesz. Ez 2 év múlva meg lenne a 4G, akkor infrastruktúrát újra tudok. És education cost, az lejjebb menne. És infrastruktúra meg fölmenne. Én szerintem ezt bevállalom. Sőt, majd itt is a következővel a mellette lévőt is be fogom vállalni. Húha, várjatok, mit írtatok? Üdvözöllek amúgy mindenkit, hogy sziasztok, várjatok, megnézem, mit írtatok kicsit följebb, mert itt elvesztem ott, ahol Wolf egy csomó németet ír. Nein, ne! Szemérő, sok helyen van. Ezt a mindenit. Igen, lesz belőle, Weisztír, lesz belőle, pontosan.
Ez most egy ilyen rendhagyó videó, ahol ezt a kínai hadjáratot most élőben folytatom, úgyhogy nyugodtan lehet tőlem most itt élőben kérdezni, adni a tanácsokat, megy a chat fel a falra is, úgyhogy láthatjátok. Úgyhogy igen, ebből videó is lesz. Azt még nem tudom, hogy milyen hosszú és hogy mekkora fölbontásban lesz, tehát hogy most szétszedem két részre, egy részre, de mindenféleképpen föl fog kerülni, úgyhogy úgy rakoncátlankodjatok a cseten. Jó, ezt bekockáztatjuk, 2015, ez már modern computing, ez rohadt sok. Úgyhogy lehet, hogy most kódolni kéne. Bár annyira nem félek, közel nem féltől, hogy kódolgassak. Na, akkor humanoid robot. Meg ez kéne, de ez 3 év és 1300 nap. Ezt nem éri meg felrakni, ezt nagyon nem. Akkor inkább fejlesztünk fegyvereket. Jó, ez kijött. Építkezés pörög. Azt azért mondjátok már el, hogy ha én ebben a módban építek hajógyárat, az ad-e itt a pénztermeléshez. Too big to fail. Ez mit ad nekem? Chinese Treasury, minusz 443, igen. Minusz 3. Stabilitás minusz 2. Construction Speed plusz 75%. Fú, ez itt nagyon hazárd játék. Hú, na ezen itt most egy kicsit elgondolkoztam. Itt most igen, túl nagyok vagyunk ahhoz, hogy elbukjunk. Plusz 75%-os construction speed. Ezt nem kéne megkockáztatni, viszont ez minusz 443 a kínai kincstárból. Én szerintem rámegyek, és ezzel tuti, hogy meg lesz a construction speed. Ezt ki kell termelnünk, nincs mese, pont. Fall from grace. Aha. Select national focused. Jó, Xi Jinping agenda. Az adósságunk meg növekszik. Hát jó. Új, mi van? Operational. Igen, a másik pedig. Menjünk fel. Fel. Battlefield support. Hát... Battlefield support legyen. Ja, hajókkal is kaptunk egy keveset. Blue Water Navy, Green Water Navy, Blue Water Navy. Ő lesz a mi emberünk. Jó, és hát remélem, hogy akkor így a construction az így egyenes pályára állt. Nézzük csak meg, plusz 186%. Királyság. Igen, ad pénzt, ez az. Oké, akkor már lehet is nyomni a kikötőket. Jó, akkor kikötők lesznek itt, kérem szépen. Ja, értem, de csak nagyon kicsit ad, jó. Jó, hát semmi baj, 228 gyárunk van. Dúrjuk neki, dúrjuk. Építkezünk, ez egy versenyfutás az idővel, ez az építkezés. Le kell hagynunk a világ többi államát. Defense, ja, ezzel meg is vagyunk. Agency computers,
Establish Cyber Security Division. Ja, az ki kéne állítani azt. Jó. Kiállítjuk. Mikor menjünk háborúba? Hát még nem megyünk háborúba. Hát kivel mennénk háborúba? Maximum Indiánnal tudunk háborúba menni. Akivel úgy érdemleges háborúba menni. Legalábbis szerintem. Mert azért tényleg, hogyha itt el tudnánk csatolni részeket, például itt Kasmír északi részét, Ladakh, de hát ezek is ilyen semmik, értitek? Nekünk itt most kijárat kell. Kijárat kell a csendes óceánról, és ezt a kijáratot vagy itt fogom tudni megszerezni Indián keresztül, itt, vagy itt. Milyen már az? Hát, azt is lehetne, de... De kevés nyersanyag van Myanmarban. Hát Indiát kéne tényleg szétcseszni. Vagy Pakisztán az, ahol végig lehetne vonulni. De ahhoz meg... Hát lassan haladna az hadseregünk, hogyha én éppen ebbe szeretnék belevágni. Mongólia nem erős, Mongólia, rohanjuk le Mongóliát, pont őket, mikor velük jóba vagyunk. Justify war goal. Na, mind a kettőt, jó, akkor legyen akaratotok szerint, kapjuk el Mongóliát. Jó, remélem megelégedett mindenki, megyünk rá Mongóliára, és nagyon nagy mínusz a pénz. Ez az. Hát ez kell ide nekünk, a stabilitás az nulla, tehát lassan mikor már háborút tudnánk majd indítani Mongólia ellen, majd egy polgárháborút is kezdeményezünk, de jó. Az a baj, belevisztek itt engem a rosszba. Csak növekszik az adósságunk. És miért növekszik? Mi az, ami most fölnyomta nálunk ennyire durván a Health 36 Welfare? Jó, akkor ezt levisszük. Az nullán van. Még vigyem lejjebb. Istenem. Most már tényleg nem nagyon lesz bónusz. Hol vagyunk? Hát de 185% kutatásba, plusz 74%. Hát mondjuk az túlélhető legalább plusz. India erős nagyon? Akkor győzzük le Mongóliát. Na várjatok, mert ezt szét kéne osztani. 6. Tíz. Jó, és akkor ez így egy. Megállítjuk, fókusz. Ide kellene nekünk egy új tábornok. Ja, és valamiért csak 18 egységet tudok vele. Ővel is csak 18-at lehet. Hihetetlen. Jó.
Akkor ezt újra szervezzük. Ezt meg megkapja ő, kész, pont. Jó, 218-at beállítottunk oda. Akkor a Offensive Doctrina, Organization First. Jó, ezt megkaptuk. Ide mit rakunk? Adaptable. Desert Fox Winter, ez nem érdekes. Jó, az nem kap. 4 billió, szerintem az jó, azt elbírjuk. Nem, bocs, azt nem fogom tudni most, nem is akarom. Jó, mi van itt nekünk? Night Vision Gen. Az jó, az mondjuk ez nem egy utolsó. Defense-nél, Agency Computer, így van. GC. Jó, rendben, na, mi van itt? Megnőne a pénzem, ha legyőzöm Mongóliát, akkor legyőzzük. Na nézzük, 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 Mongólia, mikor tudom már őt. Durván, durván még egy 60 nap, és akkor tudnék ellenük háborúba lépni. Tökéletes, gyárak, 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 működnek, mennek szépen. Mennek szépen, kevesebb a gyárunk. Éppen ezért is esetett vissza, értem. Repülők. Ja, hát igen. Mennyi repülő van már itt? Na, egy nagy cég csődbe ment. Libériába, jó, belepumpálunk 15 milliót. Meg tudjuk-e menteni? Megmentjük, megpróbáljuk megmenteni ezt a nagy céget a csődtől. Jó, ezeket itt. A Szomália 20 billió. Jó, azt kivesszük. Na, őket meg akkor hozzáverjük ehhez. Hát már hozzácsapjuk őket ide. Jó, és akkor ez a hadjárat majd itt megkezdődik. Ők mit tudnak itt? Ja, jó, azok is hozzájuk vannak csapva. Jó, és akkor ide meg berakom a maradékot. Tap. Ja. Na hát akkor ezt újra ki kell jelölni. És őket meg MS hadseregre berendelni. Jó, remélem ott vannak. Én megtettem, ami tőlem telik. Chinese Dream. A kínai álom. Megvalósítjuk a kínai álmot. Special Forces. A repülők viszik majd a háborút. Jó, 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 úgy legyen. Rá is állítottam majdnem az összes repülőmet.
Úgyhogy úgy legyen, vigyék is ezt a háborút. Ez még 8 nap. Chinese Dream. Jó, oké, várom ezt a háborút.